Jó estét kívánok! Gyöngyös Ma című műsorunkban köszöntöm Önöket, amelynek első részében egy komoly témával kezdünk. Októbertől nem a Dózsa-György úton, hanem a Bugát-Pál kórházban működik majd az új ügyeleti ellátás, amely két elemből fog állni, a házi orvosi ügyeleti ellátásból és a sürgősségi ügyeleti vagy mentőellátásból. Októbertől az ügyelet működése már nem az önkormányzat, hanem az országos mentőszolgálat feladata lesz. Dr. Nagy Éva házi orvos a vendégem. Jó estét kívánok, doktornő! Jó estét mindenkinek! Kezdjünk is azzal, hogy a Magyar Orvosi Kamara korábban arra szólította fel az orvosokat, hogy amíg érdemi egyeztetés nem zajlik le, addig ne írják alá a szerződést. Itt most hogy állnak ezek a szerződések? Hát körülbelül így áll, ahogy most az előbb említette, tehát addig, ameddig számunkra nem megfelelő szerződés lesz, addig itt sem hajlandók a Heves megyei, legalábbis a gyöngyös 60-i házi orvosok nagy része ezt aláírni. Erről most éppen folynak tárgyalások, holnap is megyünk Egerbe megpróbálni egyességet kötni. Elindul októbertől ez az új ügyeleti ellátás, viszont itt nagyon fontos arról is beszélni, hogy a lakosokat ez hogy érinti, és hogy Gyöngyösnek milyen az egészség kultúrája, mennyire vagyunk felkészülve egy ilyen helyzetre, hogyan látja. Tehát azzal kezdeném, hogy egy kicsit későn kezdtünk el erről, és csak mi beszélni. Tudnék, ezt már legalább egy évvel ezelőtt országos szinten el kellett volna kezdeni, magyarázni az embereknek, hogy egészen más módszerek lesznek. Tehát nem lesz az, hogy délután 5 órakor vagy 6 órakor egy hétvégén be lehet menni az ügyeletre azzal, hogy elfogyott a gyógyszerem, vagy ne adja Isten az inzulinom. Este 10 után már nem lehet azzal bemenni, hogy 3 hete fáj a derekam. Tehát én úgy gondolnám, idézőjelben mondom, hogy felértékelődött a házi orvosok szerepe, tudnélik a betegeknek. Oda kéne arra figyelni, hogy milyen krónikus betegségük van, arra a krónikus betegségre milyen rendszeres gyógyszert szednek, annak mindig lenni kell otthon, legalább én azt mondom, egy fél hónapra való adag. Nyilván, ha valakinek akut rosszulét egyebe van, az nyilván ellátásra kerül, de hétköznap délután 4-től este 10-ig van házi orvosi ügyelet, péntek, vagy szombat, vasárnap és munkaszüneti napon pedig reggel 8-tól délután 2-ig. Tehát délután 2 után már ilyenekkel, hogy mondom, elfogyott a gyógyszer, meg fáj a derekam, nem lehet menni, nem lesz házi orvos, aki ellássa, a gyógyszert nem tud írni. A kórház sürgősségi osztályát nem érdemes ilyenekkel fölkeresni, mert ők sem tudnak érdemben segíteni, mert gyógyszert nem fognak, pláne rendszeresen szedett gyógyszert nem fognak fölírni. Amit ön is említett, hogy este 10 után, hétköznap, hétvégén, meg ünnepnapokon, meg délután 2 után úgynevezett mentőellátási ügyelet lesz, az még nekünk sem egészen tiszta, hogy ezt hogy gondolják, de akkor az lesz, hogy a mentőszolgálattól valaki ki fog menni a beteghez, kikérdezi, megbeszéli, hogy mi legyen, ha ő tudja, ellátja, ha olyan a helyzet, akkor nyilván akkor behozza a kórház sürgősségére, ha nem olyan a helyzet, akkor azt a tanácsot fogja adni, hogy következő nap keresse föl a házi orvosát. Doktornő gyakran ügyel az ügyeleten. Igen. Mit tapasztalt egyébként, ugye a 24 órásiból átálltunk a 16 órásiba, még mindig sokan vannak, akik akár éjszaka jelennének meg egy 3 hete lejárt gyógyszer miatt, hogy újra legyen felírva? Tehát ezek a problémák, amiket elmondott, ezek még mindig fennállnak? Gyógyszer miatt nem jönnek éjszaka, mert már azt is tudják, hogy ja igen, és azt kihagytam, hogy éjfél után már nincs patika. Tehát patikai ellátás sincs, tehát azért azt mindenképp elekezze. Olyan viszont van, hogy éjszaka ilyen 3 hetes, meg több napos panaszokkal jönnek, és nem lehet megértetni velük, hogy nem tudunk segíteni. Azért van a házi orvos, aki ki tudja vizsgáltatni, el tudja küldeni mindenféle laborba, röntgenbe, ide-oda, amoda. Egy ügyelet az erre nem képes. Az ügyelet az akut, sürgős, akkor megoldandó helyzettel tud foglalkozni. Tehát ilyen még sok van. Erről kéne valahogy, idézetben mondom, hogy leszokni a betegeknek, hogy azért van a házi orvos, hogy minden ilyen panasszal őt keressék. Mert az ügyelet ezzel nem fognak tudni este 10 után, illetve 7
végén, 8 és délután 2 után nem fognak tudni foglalkozni. Tehát akkor itt fontos lenne az, hogy mindenki figyeljen oda a házi patikájára, mi van otthon, mi nincs otthon, és amikor már nem rendel a házi orvosa, akkor ezekkel ne keressük van, fel. Tehát a krónikusan szedett gyógyszereiből mindig legalább egy 2 hétre való legyen tartalékba, és aki tudja, hogy neki dereka fáj, gyakran van ilyen-olyan, amolyan feje fáj, ilyen-olyan baja, az pedig szerezze be a házi orvosától azokat a gyógyszereket, amiket szokott olyankor használni, hogy be tudja venni, át tudja húzni azt az időt, ameddig másnap nem tudja felkeresni az orvosát. Ön egyébként egyetért azzal, hogy át kellett alakítani az ügyeleti rendszert? Ugye hát még erről nagyon nehéz beszélni, mert valamilyen formában lehet, hogy át kellett volna alakítani, mert egyre kevesebb kollega van, egyre kevesebb orvos dolgozik, viszont az semmiképp sem megfelelő, hogy egy kapta fára az országba mondjuk teszem föl Kőszegtől Mérkig, vagy akár meddig, mindenkire ugyanazt rá kell húzni. Ugyanazt rá kell húzni egy olyan területre, ahol kisfalvak vannak, ugyanazt rá kell húzni egy városra, mondjuk Budapestet kihagyták okosan, mert azzal nem mernek újat húzni. Tehát nálunk is például az ügyeleti rendszer körülbelül 3 éve már eleve mentőszolgálatra építve ment. Nálunk nagyon jól működött. Nagyon jól működött, diszpécser fölvette az adatokat, megkérdezte, mi a baj, ha kellett, mentőt küldött, ha tanácsot kért a beteg, akkor kapcsolta, ha nem volt biztos a dolog, megint kapcsolta, megbeszéltük, úgymond hármasban a beteg, a mentő, diszpécser, meg az ügyeletes orvos, és akkor konszenzusra tudtunk jutni, hogy mi megyünk, beteg jön be kell menni kórházba. Tehát ez nálunk nagyon jól működött, és nem is igazán értjük azt, hogy most ezt itt miért kell így megmondani, miért kell külön telefonszámot adni például, mert most már olyanokat is hallok, hogy a betegek mondják, hogy már mentőnek más a telefonszáma. Pedig nem csak az ügyeleti. Ja igen, ezt el is felejtettem, hogy egy új telefonszámot hoztak létre, amit elvileg csak ügyeleti időben lehet hívni. És milyen esetekben? Ez a 1830-as? Ez a 1830, bármikor, amikor ő úgy érzi, hogy neki orvosi ellátásra van szüksége az ügyeleti időben, akkor ezt a számot kell hívni. Hogy aztán este 10 óra után, vagy hétvégén, délután, 2 után mit kell hívni, én úgy tudom, hogy akkor megint a 112-t. Hát reméljük, hogy majd mindenki hozzászokik ehhez az új rendszerhez, és az orvosok számára is egy lesz. Ideálisabb szerződés kerül majd aláírásra. A műsoridőnk sajnos lejár, viszont még egy kérdés. Ugye a WHO-s éberségre hívta fel az emberek figyelmét, és hogyha jól tudom, akkor Magyarországon is megjelent a koronavírus új variánsa. Gyöngyösön tapasztal-e koronavírusos megbetegedést, lehet-e tudni, hogy errefelé találkoznia már ilyennel? Miután a járvány megszűnt, tehát a járványhelyzet megszűnt, ezután nem kötelező sem tesztet csinálni, semmiféle különleges terápiát nem kell ez ellen a gyenge COVID vírus ellen tenni, ezért csak gondoljuk, hogy ez lehet az. Például, amit említettem már itt beszélgetésünk elején, hogy a múlt héten 8 olyan betegen volt, aki magas lázzal, torokfájással, néha náthával, egy elesett állapotban izomfájdalmakkal jelentkezett. Én szerintem ennek legalább a 2/3 COVID lehetett, de nem kell megcsinálni, ha akarja, megcsinálja, persze senki nem akarja, mert azért kellemetlen az embernek ott a órát turkálni, nem jó érzés. Ugyanúgy csak tüneti terápia van 2-3 napig, egy vírus ellenes tüneti terápia, és rendszerint ebbe a 2-3 napban meg is gyógyulnak. De azért érdemes lenne tesztet csináltatni, nem? Már a fertőzés elkerülése miatt. Ez is ugyanúgy fertőz, mint akármelyik vírusfertőzés. Én felszoktam ajánlani a betegeknek, hogy ha akarnak, csinálnak tesztet, de még senki nem jelentkezett, hogy ő szeretné megcsináltatni. Hát bízunk benne, hogy ezek a járványügyi intézkedések már nem térnek vissza az életünkbe. Olyan komoly ne legyen, igen. Nagyon szépen köszönöm, doktornő, hogy bejött, és további minden jót és jó egészséget kívánunk. Én is mindenkinek, és odafigyelést most már októbertől nagyon a saját egészségünkre.